teljesen azon járt az agyam, Istenem, mennyit kellett ezeknek dolgozni, hogy a vízre felépítsék. Na de tudod, hogy mi fáj a legjobban? Hogy akik építették, azok meg nem élvezhetik, hanem mi turisták. Azóta, hogy 1895-ben először megrendezték a Velencei Biennálét, a legaktuálisabb kortárs művészeti irányzatoknak biztosít megjelenési lehetőséget. Mindeddig mégsem üdvözölhettünk roma alkotót a kiállító művészek között. Idén, az 52. Biennálén történelmi eseménynek lehetünk tanúi. Megnyílt az első roma pavilon. A kiállító roma művészek közül sokan első alkalommal járnak Velencében. Casanova Velencéje múzeum a múzeumban, vagyis az ódonfalak egy pár hónapra a kortárs művészet legrangosabb eseményének biztosítanak helyet. Fiatal, kreatív és újító roma művészek jelennek meg munkáikkal, hogy meghazudtolják a romákat Európa szerte övező előítéleteket. Azt a tévképet, hogy a roma művész csak utcai zenész lehet. Az első roma pavilonnak roma kurátora van. Elsőként vele beszélgetünk. 2005. januárjában kezdtünk el ezen a projekten dolgozni. Akkor készült egy átfogó digitális adatbázis európai roma művészekkel. Ebben az adatbázisban akkor több mint 70 művész szerepelt. Ez már aztán tovább dagadt, körülbelül 140 alkotó művészt ismerünk Európából. És végül ez a 16 művész került ki a Biennálére. Vagyok hajlandó elfogadni azt, hogy legyen egy kisebbség, amelyik ki van zárva a társadalomban. Tehát ezért foglalkoztam ebben kezdettől kezdve, és az alapítvány többi tagjai is érezték ezt. És azt hiszem a legnagyobb siker az, hogy tényleg fölnevelődött egy új generáció, akik jól vannak nevelve, és elfogadják azt, hogy rómák nem menekülnek tőle, hanem éppen, hogy öntudatosak. És ehhez ez a kiállítás hozzájárul. Melyik volt a kedvenc kép a kiállításon? Melyik alkotóképet tetszett a legjobban? Talán tükrös képek, azok a legkönnyebben feldolgozhat, igen. Exposing representation by gypsies of themselves rather than the representation from the majority societies. As well as doing that, I think we are placing gypsy art in a position that can be looked at in other ways than it has been previously. So we're putting our work on a level playing field with other artists around the world, because I think the fine art world is prejudiced against ethnic and cultural particularity. If someone foregrounds their ethnicity, the fine art world generally places it as secondary art. I consider myself a practicing artist and a gypsy,
I wouldn't say I'm a gypsy artist necessarily, because I wouldn't know what that would be. So my work engages with issues of gypsy identity that I'm dealing with myself, and I feel transfer to the wider gypsy and Roma population. So they're things I'm interested in. So I think our work is on a par and dealing with issues in the same way that contemporary art in the UK is dealing with issues. I wouldn't say that we are different, we're the same. Largest ethnic minority, which I don't think most people understand. So I, you know, everything Daniel said about the conceptual level of the work is on. It's just the if you're in England, it's the work we do is not that different to a lot of other work that there is in that sense, in the sort of language that it's using to talk. But obviously we're different because of where we're coming from. Je suis né en France, mes parents viennent d'Espagne et nous sommes flamenco. Et parce que nous sommes flamenco, nous transmettons une culture, une tradition qui nous rassemble, mais qui en même temps nous différencie par rapport à d'autres communautés. Nous, notre travail, c'est justement de pouvoir transférer cette culture de jour en jour et de tous les jours. Je vis flamenco, je suis flamenco et je mourrai flamenco. C'est pas facile vivre en caravane. Ça l'était il y a longtemps. Là, maintenant, c'est de plus en plus difficile. Ce que je voulais dire, c'est que concilier l'art flamenco et les caravanes, c'est deux mondes, deux choses différentes. La caravane, c'est la coquille, c'est comme l'œuf, c'est comme la coquille de l'œuf. Mais dedans, il y a le poussin, et le poussin, il est de toutes les couleurs. On ne peut pas savoir quel poussin va naître. La caravane, c'est pas ce qui résume les gens du l'Oritano. C'est ce qu'on est. C'est comme les Indiens d'Amérique. C'est pas le tipi qui fait que tu es Cheyenne, Apache. C'est dedans. Ce que toi tu dis et ce que tu fais qui fait que tu dis à tes enfants qui vont le redire à leurs enfants et que ça continue. Autrement, la caravane, la vie en caravane, elle est difficile. Mais c'est du bonheur quand même. C'est bonheur dedans. Hein. Les familles sont. C'est mieux de vivre en caravane que ce que j'ai vu quand j'étais en Hongrie, où il n'y a plus d'espoir. Là, vraiment, ça m'a très choqué. Ça m'a beaucoup choqué de voir la concentration des tziganes, des roms, du peuple, dans des cités où il n'y a plus d'espoir, où les enfants, où les femmes et les hommes meurent à 40, 45 ans. Les enfants n'ont pas d'avenir. Il n'y a rien. C'est fini. Le voyage, il est fini. Même plus dans la tête, ça ne continue plus. Les caravanes, c'est encore un moyen de continuer. Moi, je ne voyage pas. C'est fini. Je vis en maison, mais les caravanes, c'est comme si je continuais. Ja näitä maalauksia, niin mä oon tehnyt niinku eri vuosilta. Ja osa näistä on niinku mun perheestä kertovia tarinoita. Ja sitten osa on niinku semmosia ylipäätänsä ajatuksia tai kuvan välähdyksiä.
niin kuin myös liittyen niin kuin tähän aikaan. Ja sitten myös on kauhean kiinnostunut tai haluan myös tehdä maalauksilla tai teoksilla, jotka liittyvät niin kuin ihmisoikeuksiin, lasten ja naisten oikeuksiin. Mä oon halunnut aina niin kuin kyseenalaistaa esimerkiksi niin kuin pukeutumisen ja vaatteet, koska ne aina kategorisoi ihmisen johonkin tiettyyn ryhmittymään tai tiettyihin asioihin. Ja se, että niin kuin vaatteet voi alistaa ihmistä, ne voi luoda tietyn käsitemuodon ihmiseen, tai miten sen ihmisen pitää vaan kohdella itseään, kun se pukeutuu tietyllä tavalla. Könnyes projekt a neve, és az előzménye az a holokauszt időszak megemlékezésére, a 60. évforduló megemlékezésére jött létre. A téma 2004-ben indított egy ilyen projektet, hogy a műcsarnokban megmutatkozhassunk, emlékezhessünk mi is roma alkotók, és egy film megnézése alkalmával jött ez az ötlet, hogy próbáltam kicsit az adott korszakot is valamennyire feleveníteni, de egy kicsit túllépve, egy kicsit mai 21. századi gondolatokat is belevinni. Arról szól, hogy alapjában valami sérelemről van szó, amit ma is érzékelünk, ma is érzékel a társadalom, a mi romák. És erre reflektáltam olyan eszközökkel, ami egy kicsit túlnyúl azon, hogy hagyományos eszközökkel való megjelenítés, vizuális megjelenítés. These are text strips, and then what we ask from people to take an empty text strip, to go to these books and basically collect their tears. Oh, collect their tears. And people who got there, they put their names on the text strips, and then as they left the books, you know, these text strips were left there. So basically, these are tears of people who have been remembering. So this is, you know, the past, you know, and catching the text strips. És ezt mondjuk kicsit meglepett, de valahol vártam. Hogy miért? Mert ez olyan, mint bármely más ország első bemutatkozása a pavilon. Csak éppen nekünk nincs országunk. Olyan csodálatos alkotók előztek meg, mint például Balázs János, Péri Tamás, Szent András István, akik kiléptek a naív keretből, amit nagyon erő szeretettel használnak ránk, hogy mi csak naív alkotók lehetünk. Ők voltak az első nagyra reneszánsz forradalmárok, és remélem, hogy leszünk a második. Jó szívű gyerekek, na. És az látszik a munkáikon is. Egyetlen egy dolog, amiben másak.
Semmiféle kényszerük nincs a hovatartozásokat illetőleg. Nálunk 40 év alatt ez a becsületes kommunista ére megcsinálta rendesen. A roma származású alkotók, ha tetszett nekünk, ha nem, szót kellett ejteni arra, ami a származásunk akár is jogán történt. Ezt, ha bármilyen gőgösnek is ezt hallatszan ez a történet, ezt mi ezeknek a fiataloknak le tudtuk venni a vállukról. Ettől ennyire, ilyen nagyon, nagyon udvariasan, finoman, elegánsan szemtelen a történet. És ez jó, ügyetlenül szemtelen akár, de ez a jó a fiatal történetben, hogy ezek a gyerekek, ha megmerik ezt tenni, akkor a tudáshoz vezető történetben bármit meg fognak tenni. I'm a freelancer, you know. I won't say that I'm artist because it's bad for business. If I say that I'm artist, then it's they usually my customers, they think that I talk too much or that I will too much, or you know, if they just say shoot this, I shoot this and that's it. My grandfather was doing photography and he gave me first ideas and lessons and teach and taught me about this. In 1996, I did these stories about Roma families from Bosnia. And this is Bosnian Roma families, they used to live in Germany in that time. You know, Roma like to take pictures of themselves a lot. In one moment, I started to do only black and white, and without using a color, because it is exactly opposite what people expect. If they want to have a color, I said, no, I have a black and white, because Roma have a black and white life, I think. It is a life with a lot of contrast. Just from within, from gut instinct, and even with colours, I don't think, I just let my instinct guide me. I
I've craved, I think through my work, this, how can you say it, in England, we're all very cut off, we've been cut off, haven't we, really, from the rest of Europe. And so my paintings, when I was doing them, I was sort of painting with a world feeling, you know, in my approach, never dreaming we'd ever end up doing an exhibition like this. It's almost like a dream come true, really. The Meet Your Neighbours title actually is a title from the Sun newspaper, which is one of the tabloid press that we have in the UK. So I took it from that and I sort of turned it on its head, but I've used a lot of imagery, and there's lots of meaning and lots of the things on there. It's like there's rubbish stole, because they're always, yeah, everyone's always accusing gypsies of leaving rubbish everywhere. And a lot of my work deals with that. It's like, you could say it's rubbish, but it's my work and it's my art. So some people consider to be rubbish is not necessarily rubbish, and then other people have to live on rubbish, for example. Like in the UK, we transport a lot of our rubbish elsewhere. Someone's having to live on that 24/7. So it deals with all those issues as well, and sort of GM. So the dolls are like little mutant dolls as well. They've got funny legs and things like that. They've only got one arm. So, and there's seagulls on there, because there's a joke in England, who gets to the tip first, the gypsies or the seagulls. So it's all, there's lots of messages and stuff within the work. So that's what that's about. And also there's a photograph of myself when I started school, which was 1970, and I've got my ears pierced, which obviously loads of people have their ears pierced now, but then if you started school in 1970 and you had your ears pierced, you were obviously a gypsy, because no other little girls had their ears pierced apart from gypsy girls. So it's about my childhood, and also a loss of innocence in childhood, because I had to deal with a lot of racial hatred from such a small age, and it's a lot for a small child to actually deal with. Ne merjetek rosszak lenni, mert Isten visszaüt. A bumeráng visszavág. Érted, szépségem? Na, én csak ezt tudom mondani a irigy embereknek. Elveszett paradicsom megtaláltatott. Benne pedig a lehetőség, hogy egy elnyomott nép a művészet erejével egy mindenki számára értelmezhető saját képet fessen magáról. Ómara életképeiben őszintén vall életéről. Kék sorozata a képregényrajzoló fiatal művészeket is megihlette. Marian Petr, romániai szobrászművész, Szekkovácsok unokája. Művészetében organikusan van jelen mindaz a tudás, amit nemzedékek alatt szereztek meg ősei. Kimpajánú leszegezett angyal szárnyai a kedvenc munkáim közé tartoztak. S végül Dusan Ristić Globális felmelegedés című képe saját hófehérre festett arcával tart ferde tükröt elénk. Thank you.